Köszöntöm nézőinket, önök a három témát látják. Az elkövetkezendő percekben Ráki Zsolta, a Körösmaros Biofarm ügyvezetőjével fogok beszélgetni. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! A napokban a lucerna betakarítás végén járunk. A Körösmaros Biofarm területén a júniusi, majd az augusztusi aszálynak köszönhetően közel 300 hektár kukorica semmisült meg. Milyen aktuális helyzet van most itt a földeken? Hát ez egy különleges év, meg a következő is egy különleges év lesz. A tekintetben, hogy soha nem látott aszály volt, 120 éves aszály, és ez igencsak megnehezíti a gazdák, termelők dolgát. Jelenleg folyik az utolsó lucerna kaszálásunknak a betakarítása. Ebből erjesztett takarmányszenást készítünk, ugyanis minden egyes kilogramm takarmányra szükség van, hogy az állatokat meg tudjuk etetni, és látszik, hogy milyen vékony a rendje. Júniusban soha nem látott aszály volt, augusztusban folytatódott, úgyhogy közel 300 hektár kukoricánk semmisült meg. Ezeknek a pótlását valahogy biztosítani kell, úgyhogy nem kicsi a feladat, ami előttünk van. Százalékos arányban mennyivel rosszabb ez az év, mint mondjuk az előző év? Hát, ha hirtelen kéne mondani, én azt mondom, hogy 40-50%-kal rosszabb. Gyakorlatilag minden terményünk, kivéve a korai érésű árpáinkat, mert a május jó volt, tehát a májusban a csapadékhelyzet az jó volt, a korai érésű árpákat kivéve gyakorlatilag minden terményünket sújtotta az aszálykár. Ez későbbiekben milyen hatással lehet bármire is? Akár a biotermelésbe, akár az állatok etetésébe. Nyilván az önköltségünk az drasztikusan nő. Sajnos két viszmajor is volt ebben az évben, illetve a tavalyi évben is volt már viszmajor, mert a másik viszmajor az aszályon kívül az a COVID-19. Tehát gyakorlatilag a biotejnél ez azt eredményezte, hogy legalább három külföldi partnerünk mondta vissza azonnali hatállyal a szerződést, a tejszállítási szerződést, mert olyan létbizonytalanságot, olyan egyéb termékek körében gerjesztett inflációt okozott, ami miatt örülnek az emberek, hogyha tejet tudnak venni, nem hogy még prémium minőségű tejet. Tehát gyakorlatilag azt gondolom, hogy idő kell annak, amíg ezek a gazdasági hatások rendeződnek. Tehát legalább egy 2-3 év. Hogyha az elkövetkezendő éveket is ugyanilyen nyári szezon fogja jellemezni ennyire aszályosan, hogyan lehet ez kiküszöbölni, mit lehet csinálni ez ellen? Hát igazándiból nem kell meglepődnünk, tehát Darwin is mondta, hogy itt nem a legerősebb, nem a legnagyobb, nem a leggyorsabb éli túl a szüntelenül változó körülményeket, hanem akik leggyorsabban tudnak alkalmazkodni ezekhez a körülményekhez, tehát nekünk is gőzerővel gondolkozunk az öntözés kialakításában. Azt gondolom, hogy bizonyos területeinken erre a lehetőséget meg lehet teremteni. Nyilván ez mind beruházás igénnyel jár, meg elég komoly tervezési, meg engedélyeztetési eljárást von maga után, de azt gondolom, hogy muszáj megoldanunk ahhoz, hogy ezt az idei évnek a terheit ne gyakran szembesüljünk ezekkel a gondokkal. Nyilván ennek van egy legalább egy két éves, másfél-két éves idő intervalluma, amíg ezt meg tudjuk oldani, tehát ez nem a jövő évet, hanem a jövő utáni évet gondolom én, hogy már egy picit stabilabban tudjuk kezdeni. Biofarmról van szó, teljesen más, hogy nőnek, más a termesztés, teljesen más technológiával működnek itt a dolgok, de kérem mutassa be, hogy mennyivel is másabb, miben másabb, mint bárhol máshol. Igen, tehát nagyon sok dologban más, körülbelül egy 130 oldalas végrehajtási rendelet szabályozza a biogazdálkodásnak a módszerét, mit lehet, mit nem lehet. Hát ugye alapvető különbség, hogy mi semmilyen vegyszert, mérget, műtrágyát és a többi a földjeinkre nem szórhatunk. Ez
idei évben jelentett bizonyos hátrányt is, amellett, hogy ugye előny, nagyon sok előny van, mert gyakorlatilag a kukoricánál az történt, hogy mi csak mechanikus kultivátorral tudjuk kapálni a kultivátorokat, de a nagy szárazságban annyira kiszáradt a föld, hogy ezek a kultivátor kapák sorra törtek el. Tehát igazándiból a mechanikus gyomírtás ilyen körülmények, ilyen szélsőséges időjárási körülmények között nem tudtuk megvalósítani. Emiatt a gyomok azok szárazság és stressztűrőbbek, mint a kultúrnövény. Tehát a gyomok még a nagy szárazságban is jobban tudtak fejlődni, mint a kukorica. Ezáltal pedig el is nyomták a kultúrnövény, tehát igazándiból nem tudtuk megvédeni mechanikus gyomírtással. Egyébként a lucernáinknál is azokat tapasztaltuk, most is lehet látni, hogy nagy repedések vannak a földben, hogy ennek több méter mély gyökere van, és nem tudták felszívni a vizet, azt a kevéske vizet, mert pici korában már elvirágzott. Tehát igazándiból nem volt alkalma megnőni. Tehát emiatt is ugye kevesebb a terményhozam. A gabonák talán még viszonylag jobban tűrték, de azért ott is érzékelhető volt. Mondjuk az nagy szerencse a korábbi évekhez képest, hogy a gabona betakarítás alkalmával nem volt csapadékos idő, tehát a toxinok képződése nem volt jellemző az idei évben, tehát a minőség az jobb. Egyébként mi gyakran használunk ősi gabonákat, tehát alakor, tönke, tönkölybúza, és ezeknek a gyomelnyomó képessége sokkal jobb, mint a modern észtívum búzákénak, illetve sokkal ellenállóbbak a toxinoknak. Tehát dontoxin, különféle toxinok ezeken a gabonákon nem találhatóak meg. Idén szeptemberben adták át azt a szakképzési centrumot Gyulaváriban, ahol az oktatás során elsősorban a gyakorlati képzéseket részesítik előnyben. Az itt található 13 képzés között van többek között sörfőzői, mezőgazdasági gépész, valamint állatgondozó is. Nemrég megnyitotta kapuját itt Gyulaváriban egy szakképzőközpont. Mit is foglal magába, kik tanulhatnak itt? Mindig küzdünk egyik oldalon a jó munkaerő keresésével és megtalálásával a piacon. Ezért gondoltuk, hogy olyan szakképzési centrumot hozunk létre, ahol használható szakképzést tanítunk. Mégpedig a gyakorlati képzésekre központosítunk, és a térségben fellelhető munkahelyeket céloztuk meg, hogy ott lehessenek ezekkel a szakmákkal elhelyezkedni. Teljesen változatos a képzések típusai, 13 féle képzést csináltunk meg, ezek közül van sörfőzői, mezőgazdasági gépész, állatgondozói és a többi, de próbáltunk mindig a gyakorlat orientált képzés megvalósítani. Jelenleg egy olyan 185 oklevelet tudtunk már kiadni, és a célunk az, hogy év végéig 220 oklevél meglegyen. Ez akkreditált oklevél tanúsítvány, bizonyítvány vagy jogosítvány formájában, és erre jó esélyünk is van, hiszen jelenleg is 3 képzés folyik. Hogy alakult az évek során a kereslet? Vannak olyan ágazatok, mint például a tejágazat, hogy az áremelkedés az messze nem követte a költségek növekedését, többek között mondjuk a bérköltségek növekedését. És 7 évvel ezelőtt, 2014-ben mondjuk egy minimálbéres dolgozó éves költségének a megtermeléséhez cirka 15 ezer kg tejre volt szükség. Ez idén, ugye ahogy nőttek a minimálbérek, ez már 29 ezer kilogramm. Tehát könnyen belátható, hogy nem dolgozik közel kétszer annyit egy dolgozó ma, mint 7 évvel ezelőtt, vagy nem dolgozik kétszer olyan jól, mint 7 évvel ezelőtt. És ilyenkor mit csinál egy munkaadó? Hát több mindent csinálhat. Azt csinálhatja, hogy elbocsájt dolgozókat, vagy több terhet ad rá.
ezáltal ugye a kiégés veszélye fenyeget, csinálhatja azt is, hogy olcsóbb emberrel helyettesíti a drágább embereket, meg csinálhatja azt is, hogy szakképzettebb munkaerőt vesz föl, amivel magasabb értéket és többletmunkát tud elérni, és mi ezt céloztuk meg, hogy ebben tudjunk segíteni azoknak a polgároknak, akik ezt szeretnék, és a drága idejüket ennek szentelik. Ezek a képzések ingyenesek. Azt gondolom, hogy a visszajelzések alapján vannak kedvező hírek, mert akik képzést szereztek nálunk, azok mindegy Facebook csoportnak a tagjai, és jönnek a visszajelzések, hogy ki hol kapott munkát ezzel a képzéssel a zsebében. A Biofarm területén az utóbbi évek egyik nagy fejlesztése a 2020 óta működő modern fejűház. Jelenleg egy 3100 négyzetméter területű, 62,5 millió forintos silótérberuházás zajlik a takarmányok tárolása miatt. Emellett többek között új istállók építését is tervezik. Az elmúlt években elmondható, hogy egy nagyobb beruházás történt itt a Körösmaros Biofarm területén, ami nagyrészt a modernizált fejűtelepet érintette. Volt-e még ezen kívül bármi más beruházás, és mit terveznek a jövőben? Igen, gyakorlatilag a fejőház az most már sikeresen üzemel, 2020 tavasza óta. Jelen pillanatban indítottunk egy silótér beruházást, a siló takarmányoknak a tárolása céljából. Ez egy 3100 négyzetméteres betonfelület, ez egy 62,5 milliós beruházás, illetve további beruházást is tervezünk, új istálló építését, mert független attól, hogy most momentán ilyen körülmények sújtják a vállalkozókat, az agrárvállalkozókat, azt gondoljuk, hogy a menekülési út az csak is előre lehet, tehát muszáj haladni a kor technológiai vívmányai szerint, minél modernebb istálló technológia, komfortot biztosítani, fejés technológia, gépesíteni. Indítottunk precíziós gazdálkodással kapcsolatos pályázatot is, illetve most gondolkozunk az öntözésben, tehát nincs más út, csak előre. Másik oldalról ugye a biogazdálkodásban meg nekünk nagyon fontos a túlgépesítés, hogy túl kell egy picit gépesíteni magunkat, mert hogy a adott időpontban odaérjünk mindenhova. Ezek perc talajok, nagyon kötöttek, és nagyon könnyen elcsúszik az ember. A jó és a rossz gazda között azt szokták mondani, hogy 2 hét a különbség, tehát nem szeretnénk mindig futni az idő után, és ezért kell egy kicsit túlgépesíteni magunkat, hogy odaérjünk. Még korábbi kérdésre, itt a bio és a nem bio közti különbség, itt ugye nagyon sok még a különbség, egyrészt ugye az állatok takarmányozásánál, az állatok tartásánál, antibiotikum használatánál, tehát hormonokat például nem használhatunk, antibiotikumot sokkal korlátozottabb esetben az állatok megmentése érdekében, a borjakat kis csoportokba kell tartani, nem lehet egyedi ketrezben, mint sokan, mert hogy sokkal jobban érzik magukat társaik körében, mint egyedül, ugye ugyanúgy társas lény, mint az ember, az állatok is, tehát gyakorlatilag nagyon sok egyéb körülmény van, ami még ezt befolyásolja, illetve a különféle vegyszerek, nem használhatunk semmilyen szintetikus adalékot, hozamfokozókat és a többi. Hogyha optimisten tekintünk a jövőbe, de mégis figyelembe vesszük ezt a nyári aszályt és akár a koronavírus járványt, milyen hatása lehet itt a mezőgazdaságnak körülbelül, ha egy ilyen 5 éves intervallumot nézünk? Én azt gondolom, hogy a mezőgazdaság az összességében felértékelődött a járvány időszaka alatt, hiszen élelmiszerre, agrártermékekre minden körülmények között szükség van, és szükség is lesz. Nyilván a járvány azért a kereslet meg a fogyasztóknak a elkölthető jövedelmére nagy hatást tett, tehát igencsak megnézik, hogy vásárolnak, mit vásárolnak.
De összességében én optimista vagyok, tehát ezen az időszakon túl kell lenni, ezt túl kell élni. Igaz, hogy sújt még egy nagy dolog bennünket, az a takarmányárrobbanás. Tehát erről is beszélni kell, mert soha nem látott mértékű árak találhatóak a gabonák, kukoricák vásárlásakor. És ugye itt Kína elég nagy felszívó piac, tehát a korábbi sertéspestis miatt kihullott, kivágott telepeket, állatokat most pótolták, és óriási mennyiségű terményt vásároltak a világ minden részéről, és ez egy hatalmas felhajtó erőt jelent nálunk is. Azt lehet még elmondani, hogy nekünk ugye követni kell mindig az eseményeket, tehát mi nem tudjuk befolyásolni sem az időjárást, sem az árakat. A tej árát is leginkább a kínai középosztálynak a fogyasztása, mint kereslet, és a Óceánia, Új-Zéland, Ausztrália kínálata, mert ott lényegesen kedvezőbb önköltséggel tudnak dolgozni, mint máshol. És igazándiból most már a tej is egy világpiac, még akkor is, hogyha Európa a legnagyobb tejtermelő, igazándiból nem Európa befolyásolja a tejnek az árát. Lehetne még erről bőven is beszélni, de műsoridőnk véget ért. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen. A nézőinknek köszönöm a figyelmet, viszontlátásra.